Vendégünk Ferenczi György, Máté Péter díjas énekes, kétszeres Artist Youth díjas zenész és Korb Attila zeneszerző, előadó művész, a Modern Art Orchestra szólistája. Szervusztok! Jó estét, sziasztok! Tehát március 4-én 19:40-kor lesz az a Dunán, az a koncert, aminek a felvétele már megtörtént. De mitől olyan különleges ez a koncert? Amikor mi először találkoztunk, akkor tudom, hogy valahol, valami kamera előtt vagy, vagy itt a kinti folyosókon Petőfiről beszélgettünk, és mind a ketten dicsértük. Mi az az ütés, ami téged is elkapott Petőfitől, és engem is nagy hatása volt rám? Az a kompromisszumképtelen vadság, ami van benne, és még a szerelmes verseiben, még a tájleíró verseiben is olyan ritmika van, és olyan energia van, hogy engem ez az, ami magával ragad minden egyes alkalommal is. Ez a koncert meg azért különleges, mert kizárólag az ő verseit muzsikáljuk közösen, és az nekünk egy nagyon jó hír, mert nagyon régóta szerettünk volna együtt muzsikálni a két zenekar, és most méltó körülmények között megtehettük ezt. De az attól lett más, hogy ti most együtt vagytok? A koncerten? Hát ez mindentől más lett. Ilyen zenekar nincs, hogy egy Kürt és egy Cajón az alja, és 16 fúvós van a tetején, ilyen nincs a világon. Most csináltuk először. A Gyuriék megcsinálták ezt a Petőfi műsort régen. Lemezetek van arról. Így van. Igen, de műsorunk nem volt, de lemezünk az. Jó, de amikor összejön ez a Mixtura Pectoralis. Így van, tehát a Modern Art Orchestrának a hozzányúlásával kapott egy új felhangot ez az egész dolog, gyakorlatilag egy 13 fős fúvós brigádot rápakoltunk a rackára. Nem süketültetek meg? Nem, nagyon jó volt, szeretek meg süketülni. Az energia csóvák azok csak így röpködtek balról, jobbra, hátulról, előre a színpadon. Mennyire könnyű Petőfi verseket megzenésíteni? Az elején nagyon nehéz, mert az elején lerúg magáról, mert annyira vad, és annyira könyörtelen, és az általa beszélt magyar nyelv az meg annyira tökéletes, ugye nem véletlenül, hogy ki volt a legjobb barátja, Arany János, ők ketten és Jókai Mór, ők hárman beszélték a legjobban bármikor is ezt az anyanyelvet, és ezért az egyetlen rosszul hangsúlyozott szótag is azonnal büntet, és hitelteleni teszi az egész versenyeklést, úgyhogy szerencsére van nekünk egy olyan, hogy Kaláka zenekar, és tőlük meg lehet tanulni a magyar nyelv alkalmazását a vers megzenésítésben, valamint Cseh Tamástól, és ezért van hova nyúlni. Milyen szép, hogy említed őket egyébként. Hát muszáj, mert itt nem én vagyok a lándzsahegy ebben a folyamatban, itt azért nagyon komoly előadók vannak, hál' Istennek. És Attila, ti ebből mit érzékeltetek? Mert mondja a Gyuri, hogy először nagyon nehéz, de hogy nektek hogyan, tehát hogy ti hogyan adtok ehhez? Igazság szerint mi megkaptunk egy kész anyagot, amit a Racka már letett az asztalra, a Gyuri már megírt. A zene szerzés részében nem vettünk részt. Mi egy újra formálás. A zenekarnak egyébként a Modern Art Orchestrának a alaptézise vagy alaphitei már 18 éve. A kortárs jazz nek a népszerűsítése. Ebben nagyon sok minden dolog belefér, ez a fő csapás, de ezen kívül mi nagyon sok minden más is csinálunk bármilyen szituációban. Tehát én, mint a zenekarban alkotó hangszerelő zeneszerző, hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy kapok egy MP3-at, megkaptam egy Racka felvételt, amit 2007-ben felvettetek, igen. És akkor én arra ráképzelek egy valami más dallamokat, akár amik ezt kiegészítik, esetleg egy picit a stílust megváltoztatják valamelyest a felszínen, és megerősítjük ezt a mondani valót, amit a Gyuriék már előre kigondoltak és kiterveltek. Vigyétek is, akkor ez így csak a személyes része érdekel, tehát ez az alkotó folyamat személyes, hogy van két ember, megbízik egymást, mert ez nem feltétlenül van úgy, hogy persze, hát mindannyian ismerjük egymást, de nem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogy szeretnénk. Tehát vannak biztos, benne konfliktusok, és vannak olyanok, hogy elküldi neked az MP3-ra, te meg azt mondtad, hogy hát ez jó, oké, de csináld újra. Nagyon jó a meglátás. Itt ugyanis az egésznek az a titka, hogy nem alkalmazottat hívunk, hanem művészt. Olyan művészt kell hívni a fúzióba, akinek egyébként is érdekel a muzsikája. És onnantól kezdve én egyáltalán nem akarom meghatározni, hogy az Aték mit akarnak hangszerelni az én zenémre, mert nem az, hogy megbízom bennük, hanem ők egy nagyon komoly erő a magyar muzsikába, és én pontosan tudom, hogy nem az számít, hogy ez olyan legyen, ami ennek
én szeretném, hanem ez olyan legyen, amilyet ők belehallanak. És akkor van igazi fúzió. Ha mind a két, tehát hogy mind a két részvevő igazán meg akarja ismerni a másikat, akkor fogunk tudni elkezdeni igazán érdekesen muzsikálni. Akkor viszont megfordítom a kérdést, mert hogyha ő felé nem volt igény, hiszen megbíztál benne, de viszont amikor megjön hozzád, megérkezik hozzád az adott anyag tőlük, akkor mit csinálsz vele? Dobok egy hátast. Na. Figyelj, de úgy, hogy alig tudom elmuzsikálni a saját zenémet. Ez tényleg így volt. És ez ugye első próba, detto, második próba detto, fő próba detto, aztán előadás. És előadáson elmuzsikáltam, és még mindig nem tudtam, hogy mit muzsikálnak, mert egyszerűen feldolgozhatatlan. Hanem a stúdióban, akkor derül ki, amikor a stúdióban elkezdett visszahallgatni, hogy mi történt a koncerten nyugalomban, akkor derül ki, hogy igazából hogyan gondolkodtak ők, és milyen színvonalon. Pontosan mit is írtunk. Na, igen, de csodálatos. És akkor mi történt tulajdonképpen, mert hogy ugye azért most már egy kis ízelítőt láthattunk belőle, de hogy akkor milyen lett ez a felvétel? Hát én fényt kaptam, az történt. Fényt kaptam, hát ezek bolondok, én nagyon szeretem. Nagyon nagy megtiszteltetés volt ez az egészet művelni, és igen, egyébként hozzá vagyunk szokva a MAU részéről, hogyha megkérnek minket, akkor magunkat belerakjuk. Tehát mi ez egy kreatív zenei workshop-szerűen működő csapat, ahol röpködnek a hatások, az egymásra való reagálások és folyamatos tanulás. Mondjunk valamit a fundamentalistáknak. Mit szólna Petőfi, ha hallana benneteket? Nem tudom, fogalmam sincs, és nem is bátorkodom még elképzelni se, nem vagyunk egy lapon vele. Petőfi Sándorral ne tartsuk magunkat egy lapon, mert ő egy verset elmondott, és két évig lángokba állt az ország. Nekünk se ilyen tehetségünk, se ilyen karizmánk nincs. Mi szerintem nagyon jó muzsikusok vagyunk, jó szórakozunk, tiszteljük a saját hivatásunkat, de nem ugyanaz a kategória vagyunk, mint Petőfi. Viszont köszönjük neki, köszönöm, hogy ő szépen volt. Igen. Meg köszönjük, hogy itt voltatok. Március 4-én tehát a Duna csatornán 19:40-kor lesz látható. Köszönjük.